A megkérdezettek közül volt, aki a külföldi nyaralást választotta, 5 napot töltött családjával Krétán. Igazából nem én választottam, hanem anyukám választottam, mert ő szeretett volna nagyon oda elmenni igazából. Meg voltam ugye régen is igazából, aztán tetszett, nagyon jó hely igazából. Vannak ugye történelmi dolga is, például a Minotaurus, meg a labirintus, meg ilyenek. Az európai országok is közkedveltek. A nyári szünetben tervezek elmenni az El Camino-nak a portugál szakaszára egy kis időre, egy 12 nap, körülbelül olyan 2,5 hétre elnyújtva majd. Igazából ennyi különösebb más terv nincs, megnyaralás barátnőkkel, ilyenek. Elmondta azt is, az utazáson kívül mivel szeretné eltölteni a szabad idejét. Pihenés gyanánt, szeretnénk elmenni családdal fürdőbe, szeretnék sokat olvasni, meg kipihenni magamat, körülbelül ennyi. A belföldi utazás is népszerű a fiatalok körében. Szerintem több napra, ugye ott a plázs, és amiatt. És még ezen kívül hova fogtok még menni, mik a terveitek a nyári szünetre? Hát fürödni, például a Szekszárdra, a fürdőbe, több fürdőt ki szeretnénk próbálni, és ennyi. A legtöbben a Balatonhoz, vagy Horvátországba, Görögországba, Spanyolországba utaznának. A családok egy része a kempingezést választaná.